A Fokus zenekar már évek óta gazdagítja a találkozót. Ilyenkor a zenészek két napon keresztül egymásra tudnak figyelni, megosztják egymással a népzenével kapcsolatos gondolataikat, kötetlenül muzsikálnak, tanulnak. Emelte ki Jovanovics Péter, a Fokos zenekar bőgőse. Ez a találkozó alapjáraton nem arról szól, hogy, hogy ki legyen a jobb, meg ki legyen a rosszabb. Nyilván mindenki azt szeretné, hogy a vajdasági népzenészek minél jobbak legyenek, minél erősebbek, minél elismertebbek a Kárpát-medence szerteágazó tájain. Úgyhogy itt igazából itt egymást szeretnénk erősíteni. A széki népzene apró mozzanataival, zenekaraival ismerkedhettek meg szombaton. A széki zene nem csak egyféleképpen játszható, hanem sokféleképpen. Ez volt Árendás Péter előadásának fő témája. A zenészek az elméleti tudást gyakorlatba is átvihették remélem mindenkinek hasznos lesz, annak is, aki esetleg még kevésbé ismeri a széki muzsikát, annak is el egy olyan lökést, egy olyan fajta impulzust, hogy, hogy utána behatóban foglalkozzon ezzel, aki pedig már tapasztaltabb, rutinosabb, ott pedig inkább ilyen finomságokat, finom hangolást tudunk végezni, hogy még jobban tudják muzsikálni a széki zenét. A fiatal zenészek egyre nyitottabbak a saját hagyományaik iránt, egyre többet gyűjtenek a saját területeikről. A kerekasztal beszélgetéseken arról is szó volt, hogy különböző zenekarok milyen zenei anyaggal bővítették a már meglévő népzenei gyűjteményt. Itt vannak ezek a, az idősebb zenészek, az idősebb gyakorló zenészek, akik 20-30-40 éve lakodalmakba muzsikálnak, és a mi fiatal népzenészeink pedig elleshetik tőlük a különböző fortéokat, meghallgathatják azt, hogy valamikor hogy állt össze egy zenekar, valamikor hogy állt össze egy repertoár, amiből egy, egy estét föl tudtak építeni, egy lakodalmat, vagy egy bálat, vagy bármilyen táncos rendezvényt, és ez a mi fiatal zenészeinknek a, a hasznára van, hogy ezeket a dolgokat meghallják. A rendezvényt a Magyar Nemzeti Kulturális Alap, a Halmos Béla Program, a Betlen Gábor Alap, illetve a Szekeres László Alapítvány támogatta.